Skorpió. Mit üzen a skorpióknak? A Jupiter-Uranus páros. A hetes szektor érintetét, A partnerek. Az üzleti partner, a házastárs, vagy bárki, akivel valamilyen éppen partnerségben vagyunk, valamit intézzünk. Ó, lehet itt valaki, valaki, valaki vágtat hozzánk. Itt egy lovag. Kejhek, vízenergia, tehát a ti energiátok, lehet, hogy ez egy új partner, lehet ez egy szerelem, lehet, hogy ez egy üzleti partner, lehet, hogy bármi, aki, akivel valamit intézünk, ami fontos a szívünknek, a lelkünknek, nagyon gyakran ez a partner maga vagy rák. Vagy halak, vagy skorpió, de úton van valamilyen boldogság, valamilyen meglepetés, már vágtat hozzánk. Itt ez a lényeg. Mm -hmm. Valami várható, nagyon jó. Tehát ezek voltak a misztikus pillanatok. A Valamilyen ajándék, már úton van. Van még egy csodálatos párosunk, a karmikus csomó és a hiron kis bolygó. Nos, ők mit üzennek? Itt viszont a hatos szektor érintett. Ez nehezebb szektor, ez maga, maga a munka, maga a kötelesség, maga az egészség és a betegség. A házi állatok is ide tartoznak, és ugye a híron ez maga a gyógyító, ugye, amiről beszéltem a bevezető videóban, és a hatos szektor, maga az egészség, a betegség, tehát így kaphatunk gyógyítást. Hmm, gyógyítást, és egy királyt húztunk. Lehet, hogy ez a király lesz az a bizonyos gyógyítunk, vagy a tanárunk, mert ugye a hírom maga a tanítás. Érmék, értékek. Az egyik értékünk megint csak az egészség. Az egészség. Lehet, hogy... Megtaláljuk azt a bizonyos orvost, vagy azt a bizonyos mentort. Nagyon gyakran, nagyon gyakran, vagy bak, vagy szűz, vagy bika ez a, ez a személy. Hm? Nagyon jó, hogy erre a párosítása, erre a végzetes, ez egy végzetes lehetőség, ami ritkán, ritkán van. Nagyon jó. Örülök, hogy, hogy érméket hoztunk. Mert az egyik értékünk az az egészség. Tehát az érmék nem csak pénzt mutatnak, hanem értékeket is. És egyébként, egyébként ugye a hatos szektor maga a munka, itt egy értékes munkahelyet kaphatunk, ahol, ahol jó lesz a fizetés, ahol minket értékelnek, ahol minket megbecsülnek. Ó, nagyon jó, nagyon jó. Teli találat. Tehát ez egy teli találat. Ugye ezek egy, egy csodás, varázslatos, szerencsés lehetőségek, pillanatok. Nos, megyünk tovább. Mi van itt még? Az év kereke, mit mutat még erre a fél évre? Hát ugye itt a Plutó január 23-án csillagjegyet fog váltani, január 22-én, 22-ig a hármas szektor érintett, ez viszont maga a kommunikáció, ez viszont maga az utazás, a tanulás. Utána a négyes szektor lesz érintett, az otthonunk, a családunk. Nos, hetes, hetes, ó, valaki vagy valakik támadnak minket. Hát ez maga az ellenség, ez maga a konkurencia. Védekeznünk kell, meg kell védeni magunkat, vagy a családunkat, vagy azt, ami, ami hát ami a miénk. Lehet látni, hogy ott a víz, a víz ellen védekeznek. Hát ez olyan, mint most a Dunánk. Jó, tehát itt vagy a problémánk ránk tudnak zúdulni, vagy vagy a, ve a betegség ellen védekeznünk kell például, ugye, ez is itt van. Megyünk tovább. Mi van itt? Hatós, nagyárkánunk, a szerelmesek, nagyon jó. A döntéshozatal meg kell hozni azt a bizonyos döntést, egy fontos döntést kell ezt hozni. Amikor kijön ez a kártya, azért jó, jó szoktunk dönteni, jó. A partnerség ide tartozik, a partnerség, és a Jupiter egészen május 26-áig ezt a szektort érinti a partnerek. A partnerek főszerepet kapnak, jó? És a Jupiter az valamilyen ajándékkal meg ajándékoz minket, valamilyen csodával. Tehát ez a terület most sikeres és szerencsés a partnerek, jó? Tehát ez lehet szerelem, lehet egy üzleti partner, lehet egy munkatárs, akivel nagyon jó partnerségben leszünk, nagyon jól tudunk összedolgozni. Ümm, uh Még miért jó? Ugye a polútó január 22. ig ahogy mondtam, a hármas szektort érinti, ugye az mix, az viszont a kommunikáció. És itt, és itt mm. meg tudunk egyezni, kompromisszumot tudunk esetleg kötni valakivel. Mm. Nagyon jó. nagyon, El tudjuk kerülni a bíróságot, meg tudunk egyezni, meg, meg tudjuk beszélni a dolgokat. Ez is nagyon jó. Szövetséges találni például. Megyünk tovább. Ó, de jó, ász. Ász, hát itt a lehetőség. A botok tűzenergia, ez maga a varázspálca. A kezünkben tessék, megkaptuk a varázspálcát. Használni kell. A lehetőség itt van, hogy élünk -e ezzel a lehetőséggel, vagy nem, rajtunk áll. Az ász mindig lehetőség valamit elkezdeni, valamibe belevágni, megvalósítani az álmokat, a célokat. Itt van. És botok, ez tűzenergia, megint csak nagyon jó, mert ez az akarat. Ez az akarat. Uh -huh. Plusz információ, plusz információ. A Jupiter május 26-ától a 8-as szektort fogja érinteni. Ez egy plusz információ valakinek, hiszen itt vannak jelek. A, a 8-as szektor, maga a fogantatás is, tehát ez a Plutónak a szektora, az élet és a halál. Uh -huh. És ugye érintett lesz, a ha a Plutóról beszélünk, a négyes szektor, az viszont a család, bővül, bővülhet a család, igen. Ugye itt a szerelem is, itt van egy szerelmetes lovag, a legszerelmesekből a lovagok közül, tehát ilyen is lehet. Ilyen is. Nos, de de ezt a varázspálcát, ezt használni kell mindenféleképp. Az orákoló mit mond nekünk? Kolibri szellem, legyél itt és most. Ó, teli találat. Teli találat. Itt és most. Itt és most. Itt van ez a lehetőség, ez a varázspálca. Most kell élni ezzel a lehetőséggel. Hmm. Csodálatos. Ez egy találat nekünk. Itt és most, amikor jönnek ezek a lehetőségek, itt és most áprilisban lesz ez a lehetőség, Jupiter, Uranus, itt és most ez a lehetőség 2024 február-március áprilisban, karmikus csomó és híron, ugye ezek a, az együttállások nagyon-nagyon ritkák. Az egyik 2008-ban volt utoljára, a másik 2010-ben volt utoljára, úgyhogy itt és most meg kell ragadni ezeket a lehetőségeket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!